a Gedeon Richter Románia támogatásával. Egyre gyakoribb jelenség, hogy valaki fogszabályzott hord a környezetünkben. Divat vagy szükség? Kinek ajánlott és mikor? Egyáltalán mit fed és mennyi ideig tart egy fogszabályzó kezelés? Kérdések, amelyekre a mai pulzusban dr. Gyergyai Réka, fogszabályzó főorvos válaszol. Tartsanak velünk! A fogszabályozás a harmonikus és esztétikus fogsoroknak a megformálása. Mint tudjuk, a rágókészüléknek a rágáson kívül több funkciója is van. Szerepe van a beszédben, hangképzésben, légzésben, és nem utolsó sorban ugye esztétikai funkciója is van. A rendellenességek ezeket a funkciókat érinthetik, többet egyszerre, vagy csak ezeknek egy részét. A rendellenesség annál komplexebb, minél több funkciót érint. Ebben az esetben van szükség a fogszabályozásra. Viszont enyhe rendellenességek esetén is szóba jöhet a kezelés. A legmegfelelőbb kor a fogszabályozása természetesen a gyerekkor, illetve a tinédzserkor. Vannak bizonyos stádiumok, amikor el kell végezni a megfelelő szűrést, tehát az első ilyen fogszabályzási szűrésre 7 és 9 éves kor között kellene sor kerüljön. Ugye vannak egyéni variációk, hogy kinek mikor törnek elő a fogai, van akinek hamarabb, van akinek később. Így ez az első szűrés 7 és 9 éves kor között kellene megtörténjen. Akkor, amikor kinőttek az első maradó molárisok, azok azaz a hatosok, illetve a négy metsző fent is és lent is. Ebben az életkorban általában csontos rendellenességek fedezhetőek fel. Ha minden rendben van, akkor a következő szűrésre 12 éves korban kell sor kerüljön, amikor az összes végleges fog előtört már. Ekkor lehet hatékonyan kezelni a fogakat érintő rendellenességeket. Annak ellenére, hogy felső korhatár nincs, a felnőttkori fogszabályozásnak megvannak a maga korlátai. Még gyerekkorban az úgynevezett csontos rendellenességekre is hatékonyan tudunk megoldást találni, addig felnőtt korban már csak a fogakkal tudunk foglalkozni. A felnőtt kori fogszabályozás azért lehetséges, mivel a fogágy átépül. Ez az átépülési folyamat életünk végéig tart, viszont természetesen a kor előre haladtával a mértéke lelassul. Kihangsúlyoznám, hogy van a felnőttkori fogszabályozásnak egy különleges formája, amiről nem is tudnak igazán a páciensek, tehát ez az úgynevezett preprotetikai kezelés. Ugye az életünk során, főleg itt a mi régiónkban elég sok a foghiány, tehát elvesztjük a fogainkat, a maradék fogak pedig vándorolni kezdenek. És ez a bizonyos preprotektikai kezelés azt szolgálja, hogy egy kedvezőbb talajt hoz létre, tehát a fogakat beállítjuk oda, ahol kell legyenek. A fogszabályozás egy hosszú távú átépülési folyamat. Átlagban másfél-két év egy fogszabályozó kezelés. Először mintavételek és röntgenek, fényképek készülnek, amelyek alapján felállítják a diagnózist és a kezelési tervet, majd kiválasztják a megfelelő készüléket. Minél motiválta valaki, annál könnyebben veszi az akadályokat és viseli el a kellemetlenségeket. Biztos, hogy nem egy teljesen fájdalommentes folyamatról van szó, de tapasztalatom szerint az első egy-két hét mindig a legnehezebb, amikor a páciens hozzá kell szokjon a készülékhez. Meg kell tanulni, hogyan lehet vele beszélni, enni, illetve a készülék tisztítási folyamatát. Alapvetően két típusú készülék létezik, kivehető és rögzített. Míg a kivehető készülékeknek ugye az az előnye, hogy ki tudja venni a páciens evéshez, tisztításhoz, addig a rögzített készülék az állandó jelleggel a szájában van. Tehát tulajdonképpen az együttélés ezzel a bizonyos rögzített készülékkel lehet nehezebb, viszont ugye megvannak a rögzített készüléknek is az előnyei, mivel állandóan a páciens szájában van, így folyamatosan kifejti a hatását.
A kivehető készülék hatása főleg attól függ, hogy mennyit hordja a páciens. A főorvos hozzátette, a fogszabályozáshoz kétségkívül hozzájárul egy divat is. Viszont egy szakorvos sem ajánl fogszabályozó kezelést, ha az nem indokolt. Szerencsére elért az egészségkultúránk egy olyan szintre, hogy felmérjük, hogy valami baj van, például a fogsorunkkal, és akkor tudjuk, hogy kihez kell fordulni, a fogszabályozó szakorvoshoz. A komplex rendellenességek befolyásolják a rágást, légzést, hangképzést, egyszer mint az életminőséget. Kedves nézőink, köszönjük, hogy velünk tartottak. Vigyázzanak az egészségükre és a fogaikra. A viszontlátásra! Pulzust a Gedeon Richter Románia támogatta.